Nem mondanám, hogy túl sokat haladtam, de azért mesélek egy kicsit arról, ahol tartok. Szóval az van, hogy elmeséltem múltkor, hogy így az írás előtt mindig kell valami. És akkor, hát ez még továbbra sincs meg, ez a valami, de most ott tartok, hogy tényleg rongyosra nézem, de inkább hallgatom ezeket az interjúkat. Körülbelül ugyanilyen interjúkat készítettünk ugye a Norbival, ahol ő látszik egy ilyen beszélő fejként. Nagyon halkan, nagyon messze tőle, néha felteszek kérdéseket, abból szinte semmi nem hallatszik a felvételen. Inkább hallgatni szoktam mostanában már, hogy mit beszél. És több szempont alapján hallgatom ezeket az interjúkat. Ez egy, lehet, hogy kéne tudnom pontosan, de nem tudom, ez egy ilyen körülbelül 10 órányi interjú, amit hogyha azt veszük, hogy egy 45, körülbelül 45-50 perces melodrámát akarok bőle írni, akkor hát azért van rá esély, hogy abban a 600 percben megbújik 50 izgalmas. De mégsem így történik ez, mert hogy ő egy ilyen interjú helyzetben mesél az életéről, ami azért nem mindig és nem feltétlenül izgalmas. Most a színházi helyzetre mondom, tehát nem az, amit mond, hanem ahogy. Tehát nyilván nem lehet azt a szöveget egy az egybe csak összevágni, kitörölni, hanem valamit írni kell abból. Úgyhogy ezért aztán úgy hallgatom ezeket a részeket, hogy mi az, amit valahogy meg lehet mozgatni, még akkor is, ha csak egy szereplője van. Tehát, hogy van-e olyan történet abban, amit ő mesél, ami színpadilag valahogy elképzelhető számomra, vagy megfog engem. Elmesélek egy példát. Amikor a gyerekkoráról beszél Norbi, akkor elmeséli, hogy voltak olyan helyzetek az életükben, amikor kisgyerekként neki el kellett menni a nagymamához pénzt kérni kölcsön. De mindez úgy volt megcsinálva, mivel neki ez nagyon kényelmetlen volt ez a helyzet, hogy nem kellett szó szerint kérnie, hanem kapott egy cetlit, amire az édesanyja felírta, hogy pontosan mire lenne szükség, és csak ezt átnyújtotta a nagymamájának. De most az van ezzel a helyzettel, hogy ez nekem nagyon tetszik, ez engem megfog. Méghozzá valószínűleg azért, mert a Norbi pontosan emlékszik, hogy mi van felírva ezekre a cetlikre. Ezt most azért nem mesélem el, mert legyen valami meglepetés, nézzétek majd meg az előadást. De hogy ez megfog engem ez a történet, viszont egyelőre nem találom a fogást rajta, hogy ez mégis hogyan tud egy monodrámában megelevenedni a színpadon. Tehát, hogy a beszélő vagy a szereplő, az mondjuk kinek a szemszögéből mondja el? A gyerek szemszögéből, aki át van küldve, vagy hirtelen eljátsza az édesanyját, vagy eljátsza a nagymamát, aki megkapja a cetlit, vagy egy felnőtt Norbi mesél egy gyerek. Szóval sok minden lehetőség van. Ezt szeretem benne, ezt szeretem a színházban. Szóval az egyik fül, amivel hallgatom ezeket az interjúkat, az, hogy mi az, ami engem úgy megfog, hogy azt szerintem bele lehet majd rakni az előadásba. Nem biztos, hogy tudom még a megoldást rá, hogy fogom belerakni, de amiről azt gondolom, hogy az engem megfog, és akkor azt remélem, hogy ami engem megfog, azt át tudom majd adni úgy a nézőnek, hogy őt is megfog. Akkor egy másik fül, amivel hallgatom, az pont az, amiről múltkor beszéltem, hogy az a terv, hogy ez az előadás szóljon arra, hogy a döntéseink hogy befolyásolnak. Próbálom megtalálni azokat a pontokat a Norbi életében, ahol tetten érhető ez az aspektus, hogy van egy döntés, ami adott esetben megváltoztatja, vagy radikálisan kitéríti, vagy valami új pályára állítja az ő életét. De most ami nagyon nagy csapda, amit egyre jobban érzek, az, hogy a Norbi, és ne haragudj meg ezért Norbi, ha nézed, hogy a Norbi a legőszintébb mi voltából sem tud teljesen őszinte lenni. Ez teljesen normális, ez mindannyiunkkal így van, hogy amikor felidézzük egy 30 évvel ezelőtti történetünket, akkor az már nem tudjuk úgy elmesélni, mint ahogy az akkor megtörtént. Nem tudjuk azokat az érzéseket feleleveríteni, amik akkor bennünk voltak. A jelenlegi helyzetünkhöz képest tudunk mesélni arról, hogy szerintünk akkor azt hogy éltük meg. De leginkább ez mindig a jelenről szól. Tehát valószínűleg egy évvel később már lehet, hogy máshogy mesélünk. Más aspektusa lenne annak a történetnek fontos, vagy teljesen más gyerekkori élmények jutnának eszembe. Na most a Norbival meg az van, hogy egy ilyen függőséggyűjtő ember ő. Tehát az alkohol, a drog, a szerencsejáték,
ezek mind-mind nagyon hangsúlyosan részt vettek az ő életében. És ezt mind sikerült ott hagynia, vagy abba hagynia, vagy felfüggesztenie ezeket a függőségeket. És nagyon kemény munkával sikerült megértenie a saját működését. Most ez nyilván azt eredményezi, hogy van egy nagyon önreflektív képessége a Norbinak, tehát nagyon látszólag, nagyon részletesen és pontosan tud magáról mesélni, meg a múltjáról is. Ugyanakkor viszont van egy, a lehető legjobban értsétek, de van egy kész története. A Norbi szerencsére nagyon sokat mesél a tapasztalatairól, rádióinterjúk, tévéinterjúk, újságinterjúk, különböző találkozók, beszélgetések. Ebből sok olyan van, ami felfedezhető az interneten. És nagyon sok a hasonlóság, ami teljesen normális. Tehát nyilván a saját életét mondja el mindig, de hogy nagyon sok benne az olyan, ahol konkrétan nyilván ugyanazt meséli el. És ez, mivel én egy ilyen kukacos ember vagyok, ezért ez mondjuk nagyon sok szempontból izgat engem. Hogy ez most azt jelenti, hogy ő tényleg nagyon objektívvé tudta tenni az életének egy részét, amit aztán annyira jól tud, vagy eltávolodva tud vizsgálni, hogy mindig tud ugyanaz lenni a történet, vagy van egy megtanult feldolgozása az ő életének, ahogyan azt fel tudta dolgozni, ahogyan azt meg tudta érteni, ahogyan azt egybe tudta rakni, ahogyan azt tudja kezelni, ahogy abból ki tud lépni, és ezt a történetet viszi magával. Délutáni alvás után néha arra gondolok, hogy ez a fajta okfejtésem, gondolkodásom teljesen felesleges, mert se nem célom, se nem feladatom eldönteni, hogy ez hogyan is van. Csak mivel van ez a vlog, ahol beavatlak titeket abba, hogy hogyan jár az agyam, miközben egy darabon gondolkozom, ezért gondoltam, elmesélem ezt a nagyon izgalmas, szinte már fölösleges gondolatmenetet is. Szóval ilyesmiken vagyok most, hogy gyűjtöm ki azokat az aspektusait a Norbival készült interjúknak, amik szerintem izgalmasak lehetnek, mint drámai szituációk, és másrésztről pedig azokat a pontokat, ahol szerintem az ő döntés helyzetei az életében felfedezhetőek. Erről is elmesélek egy példát, csak hogy ilyen néző csalogatónak. Hogy 10 éves korában, tehát ilyen kamaszkora közepén a Norbinak, volt egy, el akart menni a Vidinek a meccsére, ő fehérvári fiú. És a Vidinek a meccsére be akart lógni, mert volt a stadionnak egy olyan pontja, ahol könnyen be lehetett mászni. De amikor pont odaért a stadionhoz, akkor látta, hogy ott vannak ilyen rendőrök, és úgy döntött, hogy inkább akkor nem kockáztatja ezt meg, hanem elindult vissza a stadiontól elfelé, amikor is szembe találkozott egy sráccal, akit annyira azért nem ismert, látásból tudták egymást, vagy szóval volt valami, de nem ismerte. És ez a fiú azt a kérdést szegezte föl neki, hogy te is éppen autót mész feltörni. És itt jött egy nagyon érdekes döntés a Norbi életében, amit szintén nem lövök le, annak erre, hogy nem vagyok benne például biztos, hogy ez a döntés helyzet, ez benne lesz az előadásban. De hogy ilyeneket próbálok keresni. És ilyenekből a Norbi sokat mesélt el. Nos, hát ez volt mára a Nézőként jössz, komaként távozol. Jövő hét csütörtökön újra találkozunk. Arra szeretnélek kérni, hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljál minket. Vagy itt feliratkozni kell? Bocsánat, akkor iratkozzál fel. Nyomd meg a gombot, meg... Igen? Igen, tudom. Értem, figyelj, de ezt itt nem lehet. Nem lehet, mert ez egy olyan vlog, ahol én a színházi előadásaimról beszélek, úgyhogy itt nem beszéltek olyanokról, hogy... Tudom, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni, de nem... Én annyit tudok mondani, hogy én szerintem mindenről kell beszélgetni. És én egy kicsit olyan vagyok, hogyha találunk valamit, amiről nem lehet beszélni, akkor én biztos, hogy arról akarok beszélni állandóan. Szerintem nincs olyan, hogy valamiről nem lehet beszélni, de ezeket mind nem mondhatom el, érted? Ez egy teljesen mással foglalkozó vlog, tehát ilyeneket nem beszélünk itt. Jó? De kösz a tippet. Jó.
Oké, na jó van. Te is iratkozz fel a csatornára, jó? Jó van, már oké. Szevasz, hello. Sziasztok.